Akkor én is nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet. Örülök a lehetőségnek. Én, mint ahogy Marci bátyám mondta, nem először vagyok önök körébe. Bízom benne, hogy nem is utoljára, hisz ez a téma, az energiarendszer állapota, fejlődése, fejlesztése, ez egy fontos dolog, amit ha történetileg áttekintjük, akkor én visszamennék abba az időbe, amikor a magyar villamos energiarendszer fejlesztések átgondolása az még egy szervezett formába, és alapvetően Lévai András professzornak a munkásságának az eredményét tekinthetjük, amikor tulajdonképpen a háború utáni villamos energia rendszer kialakításra került, azzal a feltétellel, hogy nem csak az energiarendszer fölépítése, az erőművek integrálása, hálózattal összekötése, hanem megvalósult azoknak a tudományos műhelyeknek is a kialakítása, mint az erőterv. Ott 50-től 62-ig vezérigazgatóként is dolgozott, illetve hát akkor még lehet, hogy nem vezérigazgató, hanem igazgatói státusz volt, ez történelmileg majd tudjuk. De az a lényeg, hogy ő ugye akadémikusként és tulajdonképpen a műegyetem professzoraként nem csak az erőtervet, hanem mint rendszert, az erőmű karbantartót, erőkart, egy beruházási céget, ami ugye a nagy erőműépítés, hiszen ő az 20 megawattos erőművektől a 215 megawattos nagy erőművekig tulajdonképpen Paksot megelőzően, de a gépek is, amik Pakson is működnek, mert ugye egy blokkra vonatkoztatva két gép adja a villamos energiát, tulajdonképpen akkor már a legnagyobb egység teljesítményű gépeket tudta ehhez a villamos energiarendszerhez a GANZ is szállítani. Tehát volt akkor erőterv, erőkar, erbe, volt egy úgynevezett OVT, ami a villamos energia rendszer irányítását, ami ma MAVIR, tehát azt is kellett. Volt egy távvezeték építő, ő a OVIT, aki, és üzemeltető, akkor még a megosztottság nem volt kötelező, mint ma, hogy elkülönítve kellett, tehát ő létesíthette és üzemeltethette az alaphálózatot, alapállomásokat, úgyhogy ez mind a ő nevéhez fűződik. És ugye így éltük napjainkat, akkor is voltak gondjaink, mert ugye körbevettek bennünket olajválság, amikor el volt döntve, hogy Paksot a 70-es években orosz-magyar egyezmény keretében meg fogjuk építeni, akkor ugyanolyan helyzet alakult ki, mint most, hogy építettük is volna, akkor is drága volt, akkor sem volt egyszerű a magyarországi feltételeknek megfelelni, ott akkor nem volt még OAH, nem volt még atomtörvény, nem volt még nukleáris biztonsági szabályzat, akkor volt egy kazánfelügyelet, aki tulajdonképpen a biztonsági követelmények érvényesülésébe közre tudott működni. Tehát, és akkor elkezdtük megépíteni Paks 1-et, és akkor meg leálltunk, mert olcsó volt akkor is olajtüzelésű, vagy akura alapú erőmet építeni. 100 halombatta volt Magyarország legnagyobb teljesítményű erőműve. Ma már tudjuk, hogy van a gázturbina, és azon kívül a régi olajos blokkok elbontásra kerültek, a kémények tanúskodnak róla, hogy van, amikor nagy erőmű volt, és ugye volt utána 4 blokkal a tiszai erőmű, ami hasonló sorsra jutott, és a tiszai erőmű területén majd most tervek szerint ugye 2 gázturbina építésé van tervezve, hogy azzal a északi debreceni, nyíregyházi és Miskolci övezet felé tudjunk majd megfelelő villamos energiát szállítani. Tehát én azért indítottam Lévai András úrtól, mert ugye egy fontos, ma is fontos követelmény lenne, hogy kellő bátorságnak is kell lenni, ahhoz, hogy az iparági érdekeket tudjuk képviselni. Ő akkor például ennek az atomerőműépítésnek kormánybiztosaként is szerepelt, és az ő érdeme az, hogy tulajdonképpen amikor megállt az erőműépítés, és majd folytatódott, közte el tudta azt érni az orosz félnél,
hogy akkor ne a első generációs erőművet kapjuk mi meg, hanem úgynevezett második generációs, ami a nagy átmérőjű csőtörésre méretezve volt. Ezáltal azt tudtuk elérni, hogy tulajdonképpen ezt a erőművet nem kellett az uniós csatlakozáskor leállítani, mert a biztonsági filozófiája az jóval modernebb volt, mint akár a Kozloduyba, Greifswaldba vagy Szlovákiába épített erőmet, amit az uniós csatlakozáskor le is állít. A németek hamarabb már a egyesítésnél, de Bulgáriába is leállításra kerültek, mert nem feleltek meg ezeknek a követelményeknek. Tehát őt mindig példaként lehet állítani, nem véletlenül, hogy mi elkezdtük a Paks 2-es projektet, és akkor az első ütem, amíg eljutottunk a parlamenti döntésig a 2009. március 30-ai határozatig, azt akkor a Teller Edéről neveztük el, professzor úrról, és akkor a Teller projekt keretében jutottunk el odáig, hogy 2009. március 30-án 95,4%-os támogatással a parlament jóváhagyta, hogy kezdjük el ezt a munkát, aminek az eredményeként majd, ha meg lesz minden engedélyünk és minden feltételnek megfelelünk, akkor építhetünk két paksi blokkot. Akkor még nem volt egyértelműen eldöntve, négy versenyző volt számításba véve, ebben a négy versenyzőben az oroszok benne voltak, benne volt a Framatom, csak az a blokk már akkor is nekünk egy kicsit nagynak, 1600 megawattos teljesítménynek rendszerbe illeszthetőség szempontjából nagy volt. Benne volt a Westinghouse, mint versenyző, és benne volt Dél-Korea, akkor KEPCO cég néven, de ott se KEPCO már, hanem valami más jogutód. Tehát az elképzelés az volt, hogy ez a négyessel versenyző, és ugye annak, amikor akkor 2009-től a második fázis, hogy jussunk el majd az engedélyezésig, az pont tiszteletből akkor Lévai András professzorról neveztük el. Tehát ezért is, és az évfordulókon ugye mind a Műegyetemen, mind Pakson is egy mellszobrot állítottunk a tiszteletére. Tehát azt gondolom, hogy én is, mint fiatal villamosmérnök Pakson kezdtem a munkámat, és amellett, hogy atomerőműbe kezdtem, megmaradtam művesként, mert a szakközépiskolába is, Szentesen ott villamosműves ágazaton végeztem, és a Műegyetemen is, erős áramú műves ágazaton. Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak azzal kellett tudnom foglalkozni, hogy mindjárt egy atomerőm, és akkor kimegy a villany, és akkor végeztem, hanem azzal is kellett tudni foglalkozni, hogy ez a villany biztonsággal minden időben ki tudjon menni az erőműből. Tehát a hálózatszabályzás, fogyasztási és egyéb kérdésekre is kellett ügyelni, és arra is kellett ügyelni, hogy ebben a rendszerben milyen módon építjük föl a magyar villamos energiarendszert. És fontos volt részünkre, hogy akkor ez egy működőképes rendszer legyen. Volt ugye, nem tudunk mi mindenről, mindig a múltról pozitívan beszélni, a jelenről meg nem biztos, hogy pozitívan, mindegyik dologban volt jó és rossz. Én emlékszem, amikor Pakson is a frekvenciát kerestük, hogy az 50 Hz-hez képest miért vagyunk csak 49 héten, mert a teljes villamos energiarendszer, ugye a magyar gépeknek nem is volt frekvenciaszabályzási követelme, nem is tudott, hanem ez az orosz villamos energia szektornak volt a feladata, azt akkor tudtunk, amit tudtunk. És itt ült Tomborantól köztünk, mert ugye megkérdeztük, mikor az orosz energiarendszerű leválva a nyugat-európaihoz csatlakoztunk, hogy mi ebből nekünk a előny. Ő egyszerűen válaszolt, a mai nap is eszemben van, azt mondja, véget fog érni a kupleráj. Tehát nagy előnyünk nem lesz, de az 50 Hz, az 50 Hz lesz, mert ez ott a nyugat-európai rendszerbe követelmény, és utána paksi gépeket is nekünk át kellett alakítani arra, hogy frekvenciószabályzásra alkalmas egy tartományba, és akkor vegyünk is részt abba a szabályzási tartományba. Én arról, amit a Marci bácsi számtalan anyagában benne van, hogy akkor a villamosenergia rendszer átalakítása, privatizációja, akkor a
liberalizált piacon a villamos energia ár képzése, akkor nekünk a 8% értékarányos nyerességbiztosítása szolgáltatóknak, hogy ezek a döntések mennyire negatívan befolyásolták a rendszert. Nem akarom ismételni, hisz a legutolsó anyagodban is ezek mind benne vannak, de tény, hogy ezek tulajdonképpen mindig egy jelszó mögé búj, vagy az állami tulajdont, azt nem lehet megfelelően működtetni, csak a magán, de aztán akik megvették például a szolgáltatókat nálunk, azok német állami vállalat, vagy francia állami. Tehát a példa is mutatta, hogy azért valami trükk van a rendszerben, hogy azért lehet állami szinten is jól működtetni a rendszer, valószínű kell forrás belerakni időbe, és akkor kell olyan irányítási rendszer, szakember, gárda, aki ezt jól tudja működtetni. És ezen nem segítettek ezek a különböző, hogy eladom, akkor ilyen kedvezményt biztosítok. Amiatt ugye a, tulajdonképpen az első Fidesz kormány idején kapta meg a lehetőséget, a szolgáltató, hogy az értékarányos nyereséget, akkor utána Fidesz után a szocialista kormány 8 évében még a maradék energiaszektort ugye nagy ütemben privatizáltuk, és akkor 10-ben, amikor megszületett a Fidesznek a kétharmados döntése, akkor az már megváltozott neki is a politikája, tehát visszatértünk ahhoz, hogy igenis lehet akkor a 8% értékarányost nem fizetjük, és elkezdtük azokat a megoldásokat, amik még a mai napig nincsenek befejezve, de több lépés megtörtént, hogy akkor visszavásároltunk három szolgáltató cégeket. A nagy erőműveket nem tudtuk visszavenni, mert azok be is zártak tulajdonképpen, mint mondtam, nincs a Szászhalombattaiból is a gázturbinákat kivéve, Tiszai erőmű telephelyén is majd ez a két új blokk, ez egy fontos dolog lesz az ottani környék ellátásának érdekében. Ugye, és azt is látjuk, hogy tulajdonképpen akkor 11-ig, amikor Kovács Pál is államtitkár úr volt, tehát 11-ben, Fidesz ugye 10-be került helyzetbe, tulajdonképpen 11-ben lett egy energiastratégia kialakítva, ami mai napig tulajdonképpen ez az érvényes. Aztán, hogy ez szerint működünk-e, az majd elválik. De alapvetően kimondta, hogy atomerőmű, akkor szilárd tüzelőanyag, ami alapvetően ugye a mátrai lignit, és a megújulók, ennek az együtteséből kellene az energiamixet összeállítani, és ugye ahhoz, hogy a megújulók azok időjárástól függőek, a nap és a szél, akkor kellenek a rendszerbe gázturbinák is, hisz valamivel, amikor majd nem lesz fény, nem süt a nap, vagy nincs szél, akkor ezeket ki kell valamivel szabályozni. Tehát tulajdonképpen a háromlábú széket tartjuk legstabilabbnak, a négy már néha billeg, ott már lehet, hogy alá kell dugni valamit a negyedik lábnak, de ugye ez volt az alapstratégia. És ugye ezt tulajdonképpen 18-ig ennek mentén próbáltunk dolgozni, alakítani. Ennek keretében volt az is, majd külön visszatérek Paksra, hisz egy fontos alaperőmű kérdés, de ennek keretében akkor tulajdonképpen elkezdtük ezeket az óvatos lépéseket. De ugye a Mátrát is visszavásároltuk, utána megint kalandosan, magántulajdonból, akkor állami tulajdonba, ott ugye elmaradt, a környezetvédelmi beruházások megtörténtek, tehát azok a normák, hogy a Mátrát, annak a levegőjét, fa, élővilágát ne tegyük tönkre, azok mai nap is működnek, de maga az erőmű nem esett át egy műszaki rekonstrukción, tehát itt kérdés, hogy meddig bírják azok a gépek, 25-ben egyébként az engedélyük lejár. Itt én azt gondolom, hogy föltétlen szükség volna hosszabbítani valamilyen formába, hisz a térségbe a tüzelőanyag rendelkezésre kiépült egy olyan másodlagos felhasználás, gipsz, kartongyártástól, építőipari gyártásig, amin több száz embert foglalkoztat, illetve a régió energiaellátása szempontjából se
mindegy, hogy ezek a blokkok meddig üzemelnek. Az ugye ki van célul tűzve, hogy legyen a területen majd a Mátrai erőműben is egy harmadik gázturbina, de azt gondolom, azt, ha megépítjük, azért kell csak megépíteni, hogy időt nyerjünk, hogy majd meg lehessen csinálni, mert hazai tüzelőanyagot luxus, hogy nem használunk, hogy majd egy korszerű, nagy 600 megawattos lignit blokkot, amiből Németországban számtalan épül, hisz ők az atomerőművek leállítását lignit és barna szénerőművekkel próbálják kiváltani. Ott a szénfelhasználás folyamatosan növekszik, illetve tudjuk, hogy a gondok egy részét ők át tudják rakni Csehország, Lengyelország fele, onnan szenes erőművekből vásárolnak villanyt, illetve Franciaországból atomerőműves villany, de ők alapvetően ellenzik. És ugye akkor 18-tól azt látjuk, hogy a megújuló energia fölfutása az megélénkült, tehát a nap szélbe ez nem mondható el, ott még a jogszabályok nem teszik tulajdonképpen lehetővé, mert a lakott terület távolságához képest lehet telepíteni a szélkereket, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban szélkerék nem lett telepítve, de a naperőmű kapacitás az folyamatosan nő, és ugye itt a klíma globalizációnak a terméke, hogy annak ellenére nő, hogy mi is olyan előadást hoztunk ide a OECD NAU-nek a előadását Magyarországra, ami egyértelműen bizonyította, hogy minden ország csak annyi megújulót tud a rendszerébe integrálni, amivel még ne tegye tönkre. Tehát ennek a, ha mértéktelenül telepítünk tehát időjárástól függő elemeket a rendszerbe, az kiszabályzási, gazdasági kérdéseket, stabilitási kérdéseket vett föl, és végtelenségig nem lehet. Ugye nekünk a legnagyobb villamos energia igényünk az 7310-valahány megawatt volt, ez 22. februárjában. Az idei nyáron és télen is ilyen 6700 és 6400 megawatt nyári téli csúcs az azért megy összefele, de az idei tél az enyhe volt, tehát ez is mutatja, hogy nem. Na most ehhez képest ugye a cél ma már 5000 megawatt körüli naperőmű kapacitás van, ipari, és pontosan nem tudjuk, vagy elérjük a engedélyekkel az 5000, és ugye a háztetőkön is, tehát a háztáji telepítésűek is, azok is már jelentős kapacitással rendelkeznek. Na most, ha nekünk ezeket a kapacitás, ráadásul a szerződések úgy vannak kötve, hogy egy átvételi kötelezettség párosul a szerződés megkötésekor, akkor van olyan nyári időszak, már az elmúlt időszakban példa volt, hogy egy Paksot is vissza kellett terhelni annak érdekében, hogy a naperőművek által termelt villamos energiát ugye föl tudjuk használni. És ugye van egy téves megközelítés, ami a sajtóban sül, már nagyobb teljesítőképessége van a naperőműveknek, mint Paksnak, mert már ugye csúcsba, ha ez a beépített, már volt, amikor 2500-3000 megawatt teljesítményt tudott leadni, na de ez pillanatnyi teljesítőképesség, nem munka, amivel ugye egész évben rendelkezésre. Ugye Pakson a beépített teljesítőképesség a blokkoknak, hogy az 500 megawatt, ha a hűtővíz hőmérséklete jobb, akkor még 517 megawattig is el tudunk menni. Ezek a blokkok, egyébként van olyan blokk, ami egész évben tudja, és 15 hónapos kampányra átálltunk a főjavításokkal, amikor van, amelyik évben 102%-kal is tudott üzemelni a paksi blokk. Aztán van, amikor ugye főjavítás, karbantartás egyéb, de átlagban azt lehet mondani, hogy 88-90%-kal tudjuk üzemeltetni a négy blokkot. Ez ugye akkor azt jelenti, hogy a 8600 órából ennyi hasznosul, tehát akkor egy 7000 körül, még a naperőműveknél már egy 16%-os éves kihasználási tényező, az már jónak mondható. Mert azt is le kell tudni, hogy a naperőművek teljesítményleadási képessége is
ugye nem a hőmérséklet függvényéből adja le, mert visszafordul. Tehát egy 32-34 foknál nemhogy nőne, tehát Celsius foknál naperőművek teljesítmény, hanem elkezd csökkenni, mert alapvetően ez fotovoltaikus, tehát nem napsütésre, hanem fény működteti. Tehát így tulajdonképpen maga beépített teljesítményt se tudja mindig leadni, illetve a poros, tartósan nincs eső, és a felületénre szálló por is. Tehát van az MVM-nek is naperőműparkja, a Paksnál is egy 20,6, tehát ott látunk adatokat, hogy azért a 100% az nem minden esetben jön ki ezekből a beépített teljesítményekből. Tehát akkor látható mai nap is, hogy az az erőltetett naperőmű telepítés, az alaperőmű Paks 1-nek a működése, a meglévő Mátrai erőmű, a többi gázturbin, ami nem magyar tulajdonban van, svájci tulajdonban, E.ON tulajdonban, a Gönyői, a Csepeli, ugye svájci tulajdonban, tulajdonképpen ezek adják a gerincét a magyar villamosenergia rendszernek, és ezeknek kellene szervesen együttműködni azokkal a naperőműparkokkal, amik időjárás függő. Tehát hol van, hol nincs, és az időjárás függvényében akár nagyon gyorsan ki tudnak esni. Azt ugye Marci bácsi anyaga is ezzel a mérleggel szabá mutatja, hogy a rendszer stabilitás alapja, hogy a bemenő oldalon ugyanannyi teljesítménynek kell mindig lenni, mint a kimenő oldalon. Ez egy statikus egyensúly. Ezt több-kevesebb sikerrel lehet biztosítani, mert akkor leállítunk blokkot, leterhelünk, vagy a felesleges energiát eladjuk külföldre. Van, amikor nekünk kell fizetni a szlovákoknak, osztrákoknak, hogy szabadítsanak már meg ettől a feleslegtől, mert akkor a rendszerben ugye a sok villany is gond, mert akkor a frekvencia fölfele megy észnék, az is veszélyes a rendszer állapotára, ha kevés van, akkor refele. De ezt lehet uralni, gazdaságilag kérdés, mert amikor fölvetjük, hogy tulajdonképpen negatív ár van, az azt jelenti, hogy vagy fizetünk, hogy ne termeljen, azért is rendszer érdekből, hogy ne termeljen, vagy pedig fizetünk, mint az elmúlt időszakban, egy ilyen körülbelül 4 forintot kilovattóránként szlovákoknak, hogy vigyék el azt ők, nekik mivel van tárolási lehetőségük, vizes tárolási lehetőség, akkor tárolják. Az osztrákoknál is ugye ugyanez van. És ezért mondja ki ez az OECD NEA anyag, hogyha nincs földrajzi, meg egyéb képességed olyan, hogy tudod tárolni a időjárástól függő energiát, akkor nem tud szabad ész nélkül telepíteni. Tehát a 6000 is már nagyon veszélyes mennyiség ebben a rendszerben, amikor mondom 7300 megawatt volt az eddigi legnagyobb téli energiaigény. Ez, ha a debreceni, kecskemét és egyéb fejlesztési, lakossági, hőszivattyúk, klímák és egyébet, ez fölmehet 9000-10000-re, majd itt idővel, de a 12000 megawatt naperőmű kapacitásról beszélünk 30-ra, akkor majd ha a mavíros kollégákat meghívod Marci bácsi, akkor majd ők elmondják, hogy hogy lehet, mint lehet ezzel a rendszerrel kezdeni, hogy alaperőműbe is addigra Paksot is, Paks 2-t is megépítjük 30-ra, és akkor bekerül még ez a 12000 megawatt időjárás függő, hogy akkor ez a rendszer hogy lesz optimális, hogy lesz olcsó, és hogy lesz a lakosság meg az ipar számára megfizethető. Mert alapvetően az a feladatunk, hogy ugye működőképes rendszert tartsunk fönn, de nem önmagáért, hanem azért, hogy ezt az ipar, a versenyképes iparnak, hogy olcsó villanyt kéne a lakosságnak, meg feltétlenül az kellene, hisz a jövedelmek nem teszik lehetővé a nyugat-európai árak megfizetését, tehát ez feladatunk, és amellett ezt műszakilag jó állapotban tartsuk. És hogy a statikus állapotról beszéltem, az egy aránylag egyszer áttekintető. Akkor kezdődik a baj, mikor ezekben a rendszerekben mondjuk egy tranziens
állapotváltozás bekövetkezik, mondjuk kiesik egy 500 megawattos paksi gép a rendszerből, és akkor ugye a napelemek, azokban nincs inercia, forgó tömeg, amivel majd különböző gerjesztésszabályzókkal, teljesítményszabályzással, mert amögött nem tudok több megawattot, csak átmentileg ki tudom használni azt a tömegbe lévő energiát, amit a naperőmű parkoknál nem tudok. Tehát az még egy következő kérdés, hogy adott esetben, ha ilyen mértékben rakok bele, hogy több mint fele lesz majd adott esetben a megújuló naperőmű, mert ha a megújuló mondjuk biomassa, biogáz, egyéb, ami folyton nem függ az időjárástól, az oké. De a időjárás függő megújuló, az ebben a rendszerben tud majd nekünk gondot jelenteni, hisz azt is látjuk, volt az idén is már, hogy egy paksi blokk karbantartáson volt, másik paksi blokk kiesett, és ekkor ugye 39% importra volt szükségünk, amit a rendszer adott esetben tudott, de hogy a importnál is az a szabály, hogy egy 20, tehát a menetrendtől eltérő üzemzavar kisegítés, az megy egy időkorlát, valamikor ez 20 perc volt, ma nem pontosan tudom, hogy mennyi, de ha nem áll rendelkezésükre villany, alapvetően minden partner országnak is az a feladat, hogy az otthoni villamos energiarendszer biztonságát, biztosi működését, akkor ugye nem kell itt fölrobbantani vezetéket, meg egyebet, hanem a határon a keresztező kapacitásnak a megszakítóját bontják. És akkor a üzemzavar kisegítésnek vége van. Tehát azért nagyon fontos nekünk, és abba kell nagyon sok, hogy mondjam, munkát belefektetni a következő időszakba, hogy ezt a nagyütemű naperőmű park építést, akkor milyen módon tudom a rendszerbe úgy integrálni, hogy a rendszer olcsón működjön biztonsággal, működjön és azt a feltételt kielégítse, hogy mindig annyi energiát tudjuk a fogyasztónak, amennyi szüksége van. Ezért mondtuk mi, az atomerőm az nem ellensége egyébként, sose volt ellenség a megújulóknak, mert miért lenne? Békében meg lehet élni. Csak ugye akkor az atomerőmet tágítom, az alaperőművek, meg a megújulók sem. Csak akkor a kettő közér adott esetben ott vannak a gyorsindítású gázturbina lehetőség, hogy kiszabázom, illetve a felesleget, azt meg nem el kellene adnunk a határon túlra, vagy leállít, lekapcsolni, hanem azt akkor valamilyen formába tárolni. Azért kedvező az a döntés a kormánynak, hogy most először érdemben ugye tárgyalt egy 600 megawattos mátrai tározós erőműnek a építését. Bízunk benne, hogy ebből lesz valami. Én 70 és 74 közt voltam szakközépiskolába Szentesen. Akkor már ugye a tározós energia, szivattyús tározós erőművekről már tanultunk, és ugye az volt, hogy prédikálószéken majd lesz egy ilyen, kb. 2000 megawatt teljesítményt biztosító tározó szivattyús erőmű. Na ez azóta, én akkor voltam már katona, elvégeztem az egyetemet, 43. évet betöltöttem a paksi pályafutásomba, tehát ha ezeket összeadom, ez 50-valahány éve volt már. Bízom benne, hogy ennél hamarabb végzünk a mátrai. Ugye az a Marci bácsi anyagában is benne van, hogy mert a vizes kérdéseket, az rendszerváltó kérdésként kezeli Magyarország. Tehát azt gondoljuk, hogy azért volt rendszerváltás, a Dunakör megakadályozta a gátépítést és a nagymarosi erőmű megépítését. Én másképp tudom, úgy tudom, hogy Gorbacsov meg Bush, mivel megegyezett, így ugye le lehetett bontani a berlini falat is, és akkor az orosz csapatok is kivonultak. Tehát de van, akinél ez annyira ragad, hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy akkor semmilyen vizes alkalmazást Magyarországon ne csináljunk, mert akkor megtagadjuk ennek a rendszerváltó dolognak az emlékét. Egyébként Paks ügyében nincs szükség, majd külön kitérek, de nincs szükség vízlépcsőre, meg egyébre, de a Dunai hajózhatósága miatt mai nap is, ha ugye egyik nap
persze tetőzés meg lefutás ütemében egyik nap 5 méterrel magasabb a vízszint Paks térségében és Budapesten, rá 5 nap múlva visszatér, és közben a hajózhatóság az megszűnik Dunaföldvár fölött, tehát nem tudnak átjönni, ott a Kismere a hídon, ha jön át az Altföld felől, van egy nagy löszfal, és ha Dunát elkezdjük kotorni, akkor löszfal megmozog. Tehát ott tulajdonképpen nem tudnak egy mélyíteni medret, és ezért úgy van, hogy én onnan 15 kilométerre van egy dunaparti víkendházam, ott látom a veszteglő hajókat, két uszály egymás mellé áll, és az egyik uszály rakományának felét átrakják a másikba, és akkor így tudnak átjönni. Tehát ezért azon a részen szükség volna, aztán ha már van gátunk, akkor abból lehet energiatermelést is, meg energia tárolást is kihasználni. Mert mikor mi közmeghallgatáson jártunk Ausztriába, mert ugye a üzemidőhosszabbítás kapcsán is kell közmeghallgatás, ugyanön az engedélyezési metodikája, mint egy új erőműnek, de a Paks 2 létesítése kapcsán is kellett menni Ausztria, Németország, minden környező országban voltunk, ami bejelentette az igényét erre, ezekben az országokban, hogy az osztrák környezetvédők, akik megakadályozták 78-ba, hogy egy 100%-ig elkészült atomerőművek, hogy pár szavazat különbsége ne kerüljön üzembe, azok a nénikék még most is aktívak voltak, csak a kopott mellényből látszott, hogy ezt nem mavarták, amit akkor is használták. Ők azt mondták, hogy mi fiatalok a vasfüggöny mögött tulajdonképpen meghűltünk, mert miért nem használjuk, ha a határ egyik oldalán fúj a szél, akkor az fúj a másik oldalon is, meg egyéb, csak ugye azt ők nem mondták nekünk, amit mi tudtunk, hogy náluk több ezer megawatt kapacitás van, hogy a vizes tárolás, tehát szivattyús tározós erőművekbe, amivel ők gond nélkül meg tudják oldani azt, amit ma mi nem tudunk. Na most, ha hozzányúlunk és azt gondoltuk, hogy ha sok elektromos autót behozunk, akkor majd azzal kiegyenlítjük, csak hogy az elektromos autót be kellett volna rakni a csomagtartóba egy okos mérőórát, amin ha hazamész, földughatod, de majd akkor tölt, amikor én, a rendszerirányító vagy bárki, az kiadja a jelet, ráadásul olcsóbban tudod, mert ha hozzákapcsolódóan van egy tarifa, rendszer is kialakítva, akkor ezt lehet. De ugyanekkor lehetne a mosógépet is, mosogatógépet is, hogy nem feltétlen. Ez az autó, elektromos autó azt fogja okozni, hogy esti csúcsban még több villamos energiára lesz szükségük, mert mindenki hazamegy, földugja, amikor hazaért a felesége elkezd főzni, két-három gyerek bekapcsolja a számítógépet, még berak mondjuk egy mosnivalót, és akkor egyszer csak összezuhanunk, mert ilyenkor már, ugye ha ez nem nyáron van, akkor összezuhan a villamos energiarendszer. És ez előbb-utóbb sajnos bekövetkezhet, tehát látni rá tendenciákat, hogy ez itt toporog. És azért kellene nekünk azokat a műszaki megoldásokat is szorgalmazni, ami elmaradt. Például mi most okos mérőórát nem gyártunk, ott valamikor mi ugye GANZ mérőműszer jár, tudott. Ez nem egy bonyolult, ráadásul Fionon mechanika, nem anyagigényes egyéb, viszont emberigényes. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volna, hogy enélkül se naperőveknek is az egyik legnagyobb gondja, hogy ugye az oda-vissza forgó óra az nem kommunikál. Már a legújabbak kommunikálnak a szolgáltatóval, de nem tudunk róla többet. Nem véletlenül volt ez most, hogy legyen havi elszámolás, vagy csak havi leolvasás. A szolgáltató tulajdonképpen évvégén szembesül, hogy most neki fizet a fogyasztó, vagy ő fizet a fogyasztónak, mert az egyszeri leolvasásból majd kiderül valami. De hogy az napközben mit csinál, mit nem csinál, vagy egyéb, arról fogalmunk sincs. Tehát itt a innovációs, tehát a magyar mérnökökre jellemző dolog volt 100 éve is, meg a GANZ energetika, de GANZ mérődve a MOM-nak is a dolgaira, vagy a gamma művek. Tehát tulajdonképpen volna feladatunk
amit vissza kellene állítani, mert ezek nélkül, az eszközök nélkül ez a fajta háromlábú állás, és ha még nagyobb mértékben engedem be a megújuló időjárástól függően, akkor még nagyobb gondom lesz. Tehát ez komoly kihívás, de ugye ez nem csak műszaki, gazdasági, ugye pénz is kell, mert ezt az energiát majd azért transformálni kell, szállítani kell, jogi gondjai, például Kecskemét, itt van Gábor is, Tari Gabi, aki még most foglalkozik távvezeték létesítése, hogy 5-6 évben küzdködünk azzal, hogy most akkor merre, milyen nyomvonal, hogy lehet elvinni egy villamos távvezetéket, az ott lévő gazda, vagy annak a leszármazottja milyen módon tudja megvétózni. Tehát tulajdonképpen akkor műszaki, gazdasági, jogi, és ugye innovációs dolgokat is ki kell egy csomó dolgot találni, hogyha mi jó rendszert akarunk működtetni. Például ugye persze fölmerül, az a legegyszerűbb, de nem használjuk, hogyha most új, olyan gépipari, például hadiparban olyan forgácsoló, tehát ami villamos hajtású, de a sűrített levegő hajtással szerelnénk föl, akkor például a sűrített levegő az egyik legolcsóbban tárolható energiafajta, mert a villannyal fölpumpálom és a tartályparkba eltárolom. Azon kívül, hogy kell rá biztonsági szelep, meg alkalmanként a tartálynak nyomáspróbát csinálni, hogy rendben legyen. Ez ugye ezeket a kiszerszámokat látom, én meg mindenki látja, elmegy egy kerékcserére, akkor ezek a kis turbinás motorok működnek, de ez ugyanúgy működik nagyba, több kilowatt teljesítménybe. Csak ezt is kellene mondjuk szorgalmazni. Vagy akkor ott van a hőtárolós rendszerünk, ami valamikor működött, de azt is, mikor a rendszer privatizáltuk, hogy az áramszolgáltatóhoz került, nem a Mavirnál maradt, és hogy akkor nem rendszerérdeket szolgált tulajdonképpen, hanem a szolgáltatók menetrend tartásához kapcsolódóan, ők úgy kapcsolgatták, hogy akarták, és nem a nagy rendszer érdeket. De ezzel is ugye rengeteg energiát, ráadásul szegény vidéken, ahol mindenféle fűtőanyaggal fűtünk, Tesco zacskótól kezdve mindenne, sütőzsírral meg egyébbe, ott tulajdonképpen ezzel a fajtával, hogy visszatér ahhoz, amit tudtunk, ráadásul hőtárolókát is tudnánk gyártani, villanybojlert is tudtunk gyártani. Tehát ezeket az eszközöket mind annak érdekében, hogy a rendszert talpon tartsuk, és akkor olyan áron adjuk a lakosságnak, mert még mindig olcsóbb kedvezményes tarifával adni, mint hogy elrontjuk a teljes rendszer, de akkor ugye a tarifa rendszerbe is be kell nyúlni. De miért ne lehetne benyúlni? Ráadásul az uniós irányelvek szerint kötelező is több szintű tarifarendszert kialakítanunk, tehát én úgy gondolom, hogy ezt a problémát úgy tudjuk megoldani, hogyha több minisztérium, mert ugye ebben jogi, gazdasági, finanszírozási, kisajátítási, műszaki, tehát egyéb kérdések vannak, hogy mondjuk olyan munkacsoporttal, amivel nem elmismásolom, mert néha arra szoktunk munkacsoportot létrehozni, valamit nem akarunk megcsinálni, akkor alapítunk egy jó munkacsoportot, azt azok el vannak, a probléma meg majd marad. Tehát itt nagyon fontos ezzel a kérdéssel olyan szinten foglalkozni, és ebben lehetne olyan innovációt végrehajtani, ami példaértékű volna, azokba az országokba el is lehetne adni belőle, amelyek ugye hasonló földrajzadottságokkal rendelkeznek, mint Magyarország. És ilyen van számtalan az országban. Úgyhogy erről a kérdéstől én azt mondom, hogy maga a háromlábon állás az egy jó kitalált stratégia volt, azzal együtt, hogy gyorsindítású gázturbinák, de most úgy alaperőműként fogunk gázturbinákat építeni, és a jogiba hozzá kell nyúlni a pénzügyibe az árképzés, mert ugye, ahogy Marci bátyám mondta, a régi elv az volt, hogy a legolcsóbbat kezdtem, erőműnek a legolcsóbbat vettem igénybe a rendszerbe, és utána úgy haladtam a legdrágább erőmű, villany, energia,
Tehát ebből kijött egy átlag, és az átlag nem a legmagasabbhoz igazodott. A mostani piaci, az pedig ugye tőzsdei, és a tőzsdei ár az pedig annak az alapja a mindenkor júniusban a gáz ár, és akkor nem is tudjuk, hogy mitől mennyi tulajdonképpen a villamos energiára, de értelemszerűen mindenki az eladó a legmagasabb fele fog menni, tehát nem érvényesül a legolcsóbb villamos energia árkérdése, ezért nem is tudjuk nyomon követni, hogy miért kell adott esetben annyit fizetni, mikor mondjuk egy paksi villamos energia előállítás költsége az 12 forint 20 fillér, és akkor ez a 33%-át adja a magyar villamos energia termelésnek, tehát a felhasználásnak felét, tehát a magyar, illetve nem, a felhasználásnak adja pont fordítva a 33%-át és a magyar termelésnek felét. Tehát, és akkor megint nézhetjük, hogy mitől ennyi az annyi. Tehát ez egy összetett kérdés, ebbe tényleg azt lehet mondani. Ugye a jövő energiája egyébként ezen is lehet elmélkedni, vagy nem elmélkedni, de tárolás szempontjából lehet a hidrogén is bizonyos szempontból. Hidrogén is el van misztifikálva. Mindenki tudja, hogy a nagy turbógenerátorok, a magyarok és a GANZ szabadalom azok hidrogénhűtésű turbógépe. Tehát hidrogént tudtunk fejleszteni magunk, hidrogént tudtunk használni, úgyhogy nem robbantunk föl. Tudtuk, hogy milyen ruházat, gyújtósziklamentes, a szerszám is, tehát és egyéb ebből kifolyólag nem volt. Most megint úgy tűnik, hogy nulláról akarjuk föltalálni a spanyol viaszt. Arról nem is beszél, hogy a Tungsramban tulajdonképpen a hegesztés, az a izzógyártásban, az ugye hidrogén vezetékes hálózaton, minden munkahelyen ott volt, és azzal történik. Egyébként Amerikában és kétféle módja van, és már a hidrogéncellás, villamosautózás is nagy mértékben terjed, de a robbanó motoros is, amikor direktbe elégetem a hidrogént, csak hogy ott megfelelő anyagminőség, jobb anyagminőséget kell biztosítani, mint amit a hagyományos dízel üzeműeknél. Tehát ez is egyfajta lehetőség, csak ezt is, ha akarjuk, akkor minél hamarabb kell működtetni. Ugye itt a Balog Ernőt, kollégát is, mert nemrég halt meg az Ernőben, de ugyanúgy a Pataki is, Pista, ő is meghalt, ők a hidrogénbe ugye évek óta próbáltak lobbizni, nem sok sikerrel, de a mintát nekem is van, kút, töltőállomás, mint a konténerbe, egyéb, tehát ezek létező valóság, kell vele foglalkozni, mert valahol tárolnunk kell, vagy több ezer kapacitás kell, megavat kapacitást kell tározós erőmű, ami meg nincs. Tehát azért mondom, hogy én innen is szurkolok mindenkinek, sok fiatal, tehetséges mérnökünk van, akaratnak, központi akaratnak kell lenni, hogy ez akkor összejöjjön, hogy amikor a készen van még a új 2400 megawattos blokkunk, akkor ugye az úgy térül meg, ez Brüsszelbe bizonyítani kellett, a 90% fölötti teljesítmény kihasználási tényezővel tudom üzemeltetni, az pedig csak akkor megy, ha nem terhelgetjük le. Az más, hogy úgy rendeltük az 5-6-os blokkot, hogy váltakozó igénybevételt bírjon, az 1-4 blokk az korlátozottan tud ilyet, meg is van határozva, hogy napi mennyit, vagy havi mennyit lehet, évi. Tehát az nem úgy lett tervezve az igénybevétel szempontjából. Tehát azt el kell felejteni, de a 5-6-os blokknál ez van. De hiába, ha nem termelek vele, akkor nem térül meg. Ráadásul az üzemanyag az nem olyan kérdés, hogyha nem égetem ki, akkor nem használtam el. Ugye egy ciklus idő van az üzemanyag átrakásra, nyomáspróba, műszaki felülvizsgálat. Tehát ha mondjuk az új blokk 18 hónapos kampányra épül, ha letelt a 18 hónap, ha csak felét égettem ki az üzemanyagnak, akkor is ki kell raknom, új töltetet berakni. Tehát az gazdaságilag egy luxus, hogy nem járhatom maximális teljesítménye. Tehát ezért fontos.
És ugye a brüsszeli számításnál is úgy kaptunk engedélyt, hogy ez nem támogatott, nem tiltott állami támogatásból üzemeltetett blokk lesz, hogy a akkori 55 euró per megawatt órás díjjal számolva 7,35% profitot tud adni, és akkor így fogadta el a brüsszeli bizottság. Most a megtérülés valószínű jobb lenne, ugye nem 55 euró per megawatt óra átlagára számolunk, de ez akkor ennyivel lett kiszámítva, és ez is fontos dolog. Tehát én a magáról, hogy mi a dolgunk, mint mérnököknek, mi a dolga a közgazdászoknak, jogászoknak, tehát van összetett, és azért mondom, hogy ilyen, ahonnan indultunk, ilyen Lévai András kariberű gondolkodott a program élén, aki ki is tudja hajtani, az fontos volna megtalálnunk, mert szükség is van arra, aki végigveri. És ugye a Lévai professzor is azt nem mondtam, hogy amikor ő kiharcolta, hogy ez a kettes változat kerüljön Paksra, akkor azért megköszönték neki a kormánybiztonságot, hogy oké, szép volt, nyugodtan lehet az egyetemen tanítani, most már nem kell az atomerővel foglalkozni. Tehát, de sok tanítványa dolgozik Pakson. Tehát ezzel kapcsolatban ennyit tudok, én azt majd kérdeztek, ha még van kedvetek. Az atomerőm is két szót, hogy tulajdonképpen részben érintettem Paks 2-t. Itt ugye az előkészítő munkaeredményeként 2009. március 30-án került be a parlamentbe, és akkor ugye a döntés megszületett. Ilyen lényegi kérdésbe csak az üzemidő hosszabbítás kapott nagyobb szavazatot, mert ez nem 95,4, az 96 valamennyivel ment át a parlamenten. Tehát ezt azt lehet mondani, hogy akkor négy párti támogatást kapott. Ráadásul akkor még ugye a szocialisták voltak hatalmon, még a Gyurcsány kormány volt ekkorben, és ő majd később váltotta a Bajnai, rá egy hónap múlva lett a Bajnai kormány. És akkor az érdekes, hogy a szocik azóta virtigli ellenségei a atomenergiának, de hát ez csak taktika, meg politika, tehát nem is kell őket komolyan venni. És ugye mondtam, hogy akkor úgy terveztük, hogy tenderkiírás el fog készülni, 14-ben tendereztetünk, de akkor 10-ben, amikor a Fidesz átvette a kasszát, látható volt, hogy itt pénz nincs erre a két blokkra, és akkor tulajdonképpen 10-től 14-ig érdemi munka nem is történhetett, mert hiányzott a pénz. És akkor 14 januárban lett az a javaslat, lett az már 13 végén, hogy az oroszok finanszíroznák ezt a blokknak az építését. Létrejött egy államközi szerződés, nyáron létrejött a finanszírozási szerződés, a FIGA, amit a parlamentek hagytak jóvá, és akkor decemberben, 14 decemberében létrejött az az IPC szerződés, ami meghatározta, hogy milyen paraméterű új blokkokat építünk Pakson. Az elv az volt, hogy ugyanolyan BVE, tehát víz-vizes, tehát nagy nyomású víz a hűtőközeg, meg a szabályzó közeg is energetikai blokkot építünk, ami az 1-4 blokk, csak annak egy továbbfejlesztett harmadik generációs pluszjel, hogy olyan kiegészítő védelmek is vannak benne, amit nem is tudunk, hogy milyen üzemzavari szituációba következhet be, de azt mondtuk, ha bekövetkezik, akkor itt van rá egy védelem, és akkor ennek keretében olvadékcsapda kerül a reaktortartály alá. Ha megolvadna az üzemanyag, átégeti a reaktortartály falát, akkor ezt az olvadékot is kezelni tudjuk. Nem lesz Kína-szindróma, mint valamikor láttuk azt a filmet, hogy Amerikában egy üzemzavar töltet megindult a föld közepe fele című fikciós játék, de ugye ez ezzel egyértelmű, és olyan kettős kupolarendszer kerül az erőmű fölé, hogyha belső sérül egy hidrogénrobbanás, vagy egyébből kifőlag, de ugye vannak rekombinátorok egyéb, hogy ne következzen be, akkor a külső integritása biztosítja, hogy nem kerül ki semmi, és a külső
legnehezebb repülőmű tájrázóanása esetén pedig a külső sérülhet, és a belső biztosítja, hogy nem kerül ki semmilyen anyag a környezetbe. Tehát ez alapkövetelmény volt. Az ilyen kicsi, mint mondtam, hogy terheléskövető üzemmódra alkalmas legyen, és hogy ez a 1200 megawattos blokk, az ezresnek a továbbfejlesztett változata. Nekünk a rendszerméretből adódóan jobb lett volna, ha ezres, de már ezres blokkról ők leszálltak. És akkor, ugye mi ezt az ajánlatot megkaptuk, hogy 10 milliárd euró orosz hitel, és akkor 20%-át 2,5 milliárd eurót kell hozzátenni, akkor ez ugye vitat visszautasíthatatlan volt. Persze Brüsszel, akkor voltak jóindulatú kollégáink, a brüsszeli bizottság már 15 novemberében megtiltott minden munkavégzést, hogy ő megvizsgálja, hogy jogszerűen az uniós versenyeztetés és egyéb szabályok szerint adtuk-e oda a versenyeztetés nélkül a munkát. Ezt a vizsgálat ez tartott 16 hónapig, 17 márciusában szállt föl a füst, és minden kérdésben a magyaroknak adott igazat, tehát hogy elfogadta, méltányolt, hogy azonos telephelyen ne legyen különböző típusú, különböző gyártótól szállított erőmű. A versenyeztetést azt úgy próbálta kivédeni, hogy előírta, hogy 55%-át a munkáknak, az orosz félnek nemzetközi versenybe kell. Ez nekünk jó is lett, hisz ebből van, hogy a turbina generátor, turbina francia generátor amerikai, az irányítás technika Siemens Framatom, és majd a biztonsági energiaellátórendszerek, amit még ráér kiírni, hisz az később kerül kiválasztásra, tehát mindbe lehetőség van arra, hogyha mi úgy határozzuk meg a követelményt az orosz fél fele, akkor a lehető legjobbat kényszerül kiválasztani nemzetközi tenderbe. Tehát ez a döntés pozitív, ugye, hogy kell-e ehhez majd évtizedeken keresztül magyar forintot berakni, hogy gazdaságos legyen, az is kijött, hogy nem. Tehát üzemanyagszállítás kérdésében az orosz, ahogy először 30 éves szállítási megállapodásunk volt, ezt a brüsszeli bizottság azt kérte, hogy vigyük vissza 10 évre, úgyhogy most 10 éves van. Tehát tulajdonképpen ezeket megvizsgálva átengedte, de még szabott másik feltételt, ami lényeges, Paks 1, Paks 2 nem lehet egy tulajdoni viszonylatban, ami nekünk nem jó, mert itt ő azt mondta, hogy akkor a 2000 megawatt meg a 2400 jelentős piaci szereplő, és akkor ezzel visszaélhetne, de ezt meg lehetett volna úgy is oldani, hogy Paks 2 direkt bevigye a tőzsdére, ha villanyna az MVM-en keresztül, és akkor ez egy bonyolult, hogy két egymás mellett lévő erőmű műszaki stáb, karbantartó, őrzésvédelem, ez mind bonyolultá teszi, ebbe vissza kell sétálni Brüsszelbe, és azt kérni, hogy van más megoldás is, hogy ne legyen jelentős piaci. Tehát azt is kimondta, hogy vagy üzemidőt hosszabbítunk itt az engedélybe, vagy két új blokkot építünk. Tehát pillanatnyilag a kettő, amiről hallottok, hogy üzemidőt is akarunk hosszabbítani, az egyelőre kizáró. Én azt mondtam, hogy mind a két ügybe vissza lehet menni Brüsszelbe, vissza is kell, de azt képviselte, hogy addig nem menjünk vissza, még nem vagyunk komolyan vehetők, tehát amíg egy kapovágást nem tudtunk Pakson csinálni, tehát nem hihető el, hogy mi építkezés fázisába átmegyünk, tehát nincs engedélyünk, létesítési engedély, nincsenek meg a feltételek, addig nem vesznek komolyan, majd vissza lehet menni, tehát most már vissza lehet menni, mert van létesítési engedünk, elkezdődött a földmunka, egyéb is vissza is kell menni, mert a két blokk az teljesen kizáró, hogy az ne legyen egybe, hisz fajlagos költségei jóval drágábbak lesznek erőforrás szempontjából, majd a két őrség véletlenül, ha keverednek a jelszavak, egymást lövi, az is lehet, mert ugye közös kerítés mellett fognak járőrözni, vagy egyéb, tehát ezek mind kiszámíthatatlan dolgok. Üzemi tűzoltóság, most két tűzoltóság legyen,
vagy egyéb, tehát mondom messzire vezet, és az fontos dolog, hogy az üzemidő hosszabbítással is hagy foglalkozom. Az más kérdés, hogy azt tudnotok kell, tehát az üzemidő hosszabb nem úgy van, hogy eldöntöm, azt kész, hanem hogy ott megint a hatóságot meg kell, környezetvédelmi engedélyt, tehát tulajdonképpen telephelyi engedély kivételével nem kell, mert az van, azon vagyunk, de ugyanúgy kell létesítése, meg kell győzni, hogy a berendezése, küregedése, a acélnak a sugárzás függvényébe való ridegedése, meg egyéb, ezek nem értek el olyan mértéket, hogy ne legyen kizárható még a további 10 vagy 20 év üzemeltetés. És ki kell menni majd Ausztriába, megint a nénikékkel találkozunk, és akkor ugye ottani környezetvédelmi hatóságnak is el kell fogadni, hogy országhatáron átterjedő hatása semmilyen üzemzett szituációban nem lehet. Az 1-4 lokk az egy 50 éves épület konstrukció, a csővezetékek állapota túlméretezett, szerintem abszurd, nem lehet gond, irányítás technikát annyit cserélsz, ahányszor akarsz, vagy pénzed van, az árbevétel ezt lehetővé teszi, a épületet kell jó körbejárni, hisz annak nincs kettős kupola szerkezete, főjavításkor a hermetikus tér az meg van bontva, és úgy férek hozzá az üzemanyaghoz, tehát ezt majd mind körbe kell járni. Van rá 10 évünk, mert ugye 32-ben jár le a növelt üzemidő, de az előző üzemidő hosszabbításon is majd 10 évet dolgoztunk, mire minden. Ott akkor még kellett hiányzó dokumentációt is pótolni, amit az orosz fél nem hagyott itt. Tehát akkor eljutottunk odáig, hogy 16 hónapot, hogy az építési szerződés kötéstől a Brüsszel Bizottság nem engedett dolgozni, mivel előírta a versenyeztetést, akkor az orosz fél azt mondta, hogy ez neki további 6 hónap. Tehát tulajdonképpen 17 márciusában, én májustól lettem akkor fölkérve, hogy legyek akkor tárca nélkül miniszter, tehát akkor májustól elkezdtünk azon tárgyalni, hogy 22 hónappal meg kell növelni a szerződésnek a hosszát, mert ha nem dolgozhattál 16, meg a verseny az 22. Az orosz fél benne volt több erőműépítésbe, Finnbe, Egyiptomba, Törökországba, Bangladesbe, Beloroszoknál, otthon Novovoronyes, Szentpétervár, nekünk a referencierőmük a Szentpétervári. Tehát tulajdonképpen, ugye mikor leszette 16 hónapra tőlünk az erőforrás, akkor azt nem mérte föl, hogy nem 16 hónapot kellett volna kérni, meg 6-ot, hanem még kellett volna, mert akkor nem tudta összeszedni azokat az embereket, akikkel ő a terveket el tudja készíteni. Ott akkor tulajdonképpen a tervek beadásával egy újabb 23 hónapos csúszás következett be, tehát időben nem tudta, de a magyar jogszabályok, törvények, egyéb ismerete is nehezítette ezt a munkát, tehát ezzel akkor 22-23 hónap, és akkor a hatóságnak, mikor beadtuk az engedélyeket, akkor neki rendelkezésre állt jogszabály szerint 12 hónap plusz 3 hónap ennek a elbírálására, de ez 26 hónapba tellett, tehát akkor tulajdonképpen a 22, a 23, meg a 26, az összeadom 71 hónap van a folyamatban, amit valaki azt kérdezte, hogy ennyi idő alatt fölnő egy gyerek, igaza van, csak ebbe ugye nem tudtunk mi beavatkozni, mert ezt a gyereket nem mi csináltuk, mi csak próbáltuk a fejét csímogatni. Úgyhogy, tehát ez hozzátartozik. Most egy fontos mérföldkőné, mert ugye megszületett, hogy az előkészítés fázisában a magyar fél elállhatott a munkától, kifizette a költségét, az orosz félnek így volt a szer. Egyes fázis, akkor kifizette, köszönjük szépen, viszont látásra. Amikor meglett a feltétel, hogy megvan az alapengedélyek, tehát a telephelyi, a környezetvédelmi, a létesítési, és van még 7 épület, főépülethez kapcsolódó másik 6, az olvadékcsapda, a reaktortartály gyártási engedélye, akkor tulajdonképpen ez biztosította ezek az engedélyek, hogy a kettes fázisba, ha a magyar kormány úgy dönt, hogy folytassuk, akkor át lehet menni.
Ez a nyilatkozat napokba került aláírásra, tehát most már kártérítés nélkül nem tudsz a rendszerből kiszállni. Tehát ez is mutatja, hogy a magyar állam ezt az erőművet meg akarja építeni, mert akkor nem adta volna ki ezt a nyilatkozatot, hogy menjünk tovább ezzel a munkával. Tehát ez is egy fontos mérföldkő. Ez megtörtént. Most zajlik a földmunka területen, de a 5-ös blokknak a alapgödrét 5 méter szintig tavaly letermelték, itt októberben végeztek, a 6-ost most kezdték el letermelni, azért 5 méterig, 5 méterről egy 2517 méter hosszú résfallal körbe kell venni a munkagödröt. Ez azért, hogy a víz ne törjön be, amikor lemennek a megfelelő mélységbe, illetve a 4-es blokk alól, ami még nincs aláerősítve, akkor még nem volt, és az épület nem olyan nehéz, hogy süllyedne, de ha meg talajt kiszárítom, akkor tud süllyedni, és van is már egy kismértékű süllyedése. Ezt nem lehet tovább, mert akkor a reaktor osztósi az egy aludott értéknél nem lehet a vízszintestől eltérő, ezért ez nagyon fontos dolog, és ez a résfal, ha készen van, akkor teljes főépület alatti talajszerkezet meg lesz erősítve, tehát lefúrások, és akkor a közben ez a kavicsos, homokos réteg be lesz injektálva, és utána lesz letermelve, van, ahol 22 méter mélyre kell lemenni. Tehát az első föld kitermelés az 1-1 millió köbméter, de utána körülbelül még van egy ilyen 3-3 millió köbméter föld kitermelés, ami értelemszerű rézsűs lesz, majd ha az épület kijön, akkor abból töltünk vissza, de hogy kiszolgálható gépkocsik le tudjanak menni, ki lehessen szállítani a földet, annak a megművelése már. Mindig elhangzik akkor, hogy kell-e hűtőtorony, vagy nem kell hűtőtorony. Ez azért az ellenzéknek azért fontos kérdés, mert ha sikerült volna meggyőzni bárkit is, hogy kötelező hűtőtornyot építeni Pakson, akkor annak a ára jelentősen megdrágította volna beruházást, és a friss vizes hűtés hatásfoka jóval jobb, mint a hűtőtornyos hatásfok, tehát akkor a 92% körüli teljesítmény kihasználás se biztos, hogy kijött volna. Ezzel a megtérülési számítások buktak volna, és akkor el lehetett volna mondani, hogy Brüsszel ne hagyja jóvá. Tehát itt nem a hűtővíz mennyisége a mai napig is, a legalacsonyabb vízállásnál, és majd 1000 köbméter per másodperc. Paks egynek van ebből szüksége 125 köbméter per másodperc. Ez a Tiszának a minimális vízhozama egyébként, ez a 125 köbméter per másodperc. Ugye 125 ezer liter egyébként meginni sok volna. Tehát ennyi a következő blokknak is körülbelül ennyi lesz. Ugye egy korlát van, hogy az 500 méteres csóvával kiengedem a hűtővizet az 1-4 blokkon, ott 30 foknál melegebb nem lehet, el kell keveredni. Ezért, hogyha nagyon meleg a Duna, tartósan meleg, beült akár 26 fokos hűtővíz, mi emelhetünk rajta 4 fok fölött 11 fokot, kimegy 37-tel, akkor annak az elkeveredése az fontos. Ezért alkalmanként az idén is volt körülbelül kétszer, de nem egész évben, a hűtőtornyos lenne egész évben alacsonyabb teljesítmény, hogy a hőterhelés csökkentsem, akkor ugye a reaktor teljesítmény csökkenteni kell, hisz körülbelül egyharmada hasznosul a reaktor 1500 megawatt hőteljesítményéből, abból lesz villany, 500 megawatt. Egy része veszteségként eltűnik, de blokkonként egy olyan 1300 megawatt kör, vagy nem 1300, hanem 700 valány megawatt hőteljesítmény, az tulajdonképpen a Dunába megy ki, és ennek kell. Az új blokknál nem lesz ilyen gond, kritérium, hogy a kilépési ponton, tehát nem 500 méterre, ha magához a kiengedem a vizet, ott 30 fok fölött nem lehet. Ez ilyen nagy teljesítményű utóhűtők lesznek, tehát amikor egy extrém időjárás van, akkor ezekkel a melegvíz csatorna mellé telepítettekkel próbálom a hűtését, és követelmény is, hogy 30 foknál melegebbet nem engedhetek ki.
Másik kritika mindig a telephely földrengés hálóság. Európában ilyen mértékben megkutatott telephely tulajdonképpen nem létezik. Az uniós csatlakozás előtt is rengeteget költöttünk. Ugye erőmű földrengés hálóságra nem volt tervezve, nem volt kritérium, hanem hó, vihar, szélterhelés és egyébre volt a követelmi. Utána mi a biztonságnövelő intézkedések keretében növeltük meg, és alakítottuk ki különböző acélszerkezetek beépítésével, hogy egy adott értékre méreteztük, és a 2004-es uniós csatlakozás előtt is egy teljes körű nemzetközi felülvizsgálat megállapította, hogy minden szempontból rendben van a telephely, alkalmas arra, hogy az unióba bemenjünk, és akkor tovább üzemeljen a blokk. És akkor most azóta pedig a létesítési engedélyhez tulajdonképpen mindenféle legmodernebb ürgeodéziai mesterséges földrengés imitálás egyéb válaszfüggvényeket elemezve, ez is azt bizonyított, hogy a telephely alkalmas arra, hogy itt két új blokkot építsünk. Tehát röviden, én amit gondoltam, hogy ma beszélünk az energetikáról, és egy kicsit Paksról is, hogy mitől ennyi. Finnországban például ugye hamarabb kezdték egy évvel a finn atomerőmű tervezését, és tulajdonképpen az oroszoknak fölmondtak. Tehát nem volt standstill, tehát 16 hónapra nem állította meg Brüsszel, ez nem állami beruházás volt, hanem az egy cégek által összeadott pénzből épült volna magánberuházásként. Onnan az orosz fél most már nekünk visszajelzett, hogy Londonban nemzetközi bíróságnál már nyert a finnek ellen, hogy indokolatlanul mondtak föl. Tehát ott még a létesítési engedélykérelem beadásaik se jutott el. Egyszer volt egy kísérletük, de azt a finnek nem is értékelték, nem is segítettek az orosz félnek, és hogy az kapásból ottan is tük, az visszautasította, tehát ennyi. És akkor van egy másik, amit a franciák építettük, náluk blokkot, mert lehet kérdéseket feltenni, hogy miért nem, meg az oroszok biztos azért csúsznak, mert hülyék, vagy nem értenek hozzá. Ilyenről szó sincs, a franciák ott Kyotóban 13 évet csúsztak, a szekunderkör már régen készen volt, hogy ők se építették a világ legnagyobb atomerőmű parkkal rendelkező országa, de mégis egy generáció kimaradt atomerőmű építésből, és ott az ottani blokk 13 év csúszással került átadásra, idén valamikor került kereskedelmi üzemre. Tehát azért bonyolult, de az orosznak van legtöbb referenciája, most Egyiptomban is 4 megrendelése van, épít Törökországban 2 már tulajdonképpen látható, hogy mi lesz, másik 2 is épül, és ott 12 blokkra van, Kínába is épít, Bangladesbe épít, otthon épített, és ugye folyamatosan. Kína egyébként 50 atomerőmű blokkot akar építeni 50-re, és azzal tudja csak ki, ezeket a, nála van a legnagyobb szénfelhasználás a világon, nem véletlenül van az a smog, amit látni lehetett olimpiánál is egyéb, hogy tulajdonképpen délig nem kell föl a nap. Ez csak úgy tudja megoldani, hogyha folyamatosan építő egyébként, maga építi az orosz blokkot, a Westinghouse blokkot, franciát, elírak egy China, de nem ellopta, hanem egy C betűt, mert mindenkivel szerződése van, és mondjuk már tapasztaltak, hogy az orosz blokkot is egy évvel hamarabb, tehát nem 7 év alatt tudja megépíteni, 6 év alatt. Tehát ő már 72 hónap alatt végez egy atomerőmű 1200 megawattos blokk építésével. De hát ugyanúgy, mint a vasutakat is, mindent kiválóan épít. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és akkor Marci bácsi a szót.